Számos szakmai tapasztalattal gyarapodtak a tévések az ötnapos kurzuson, a már alkalmazott technikák mellett a legmodernebb felszerelésekkel, programokkal ismerkedtek a szakemberek az Eszterházy Károly Főiskola oktatóinak segítségével. Megtanultunk vágni, láttunk olyan stúdiót, amiben még én nekem nem volt lehetőségem lenni. Megtanultuk a főszabályokat ahhoz, hogy kell csinálni egy beszélgetést, hogyan tartsuk be azokat az etikai szabályokat, amelyek nagyon fontos csak ahhoz, hogy az embereket tehát ne manipuláljuk és jó útra vezessük. Az egyhetes képzés elérte célját, hiszen a szakmai ismeretek bővítése mellett a három együttműködő televízió munkatársai megismerték egymást. A képzésen kívül stahanovista módon túl teljesítettünk, problémáinkról, gondjainkról, sikereinkről, ügyes-bajos dolgainkról beszélgettünk, és én úgy gondolom, hogy ezt folytatni kell. A kurzusra Kisvárdáról is érkezett két újságíró. Ők napi kapcsolatban állnak a Zemplén Televízióval, rendszeresen küldik tudósításaikat a szabolcsi városból. Ez alatt az egy hét alatt nem akármilyen emberektől tanulhattunk, filmrendezőtől, főiskolai docenstől. Nagyon jól éreztük magunkat, amellett, hogy a már meglévő szakmai ismeretünket is bővíthettük, és alkalmazni is fogjuk a közeljövőben is. A programban résztvevő három stúdió speciális televíziós feladatokat lát el, hiszen nem csak saját környezetükből merítenek, hanem folyamatosan készítenek műsorokat a határ túloldalán élők számára is. Én még ilyennel nem találkoztam eddig, ez teljesen új tapasztalat volt, és ehhez új hozzáállás is kell szakmailag, mert igazából, amikor média oktatás folyik, ezeknek a kérdéseknek nem adnak túl nagy hangsúlyt. A képzést, mint ahogyan az Ismerjük meg egymást című projektet is, a Zemplén Televízió koordinálta. Egy ilyen program segítségével valódi értékeket lehet bemutatni, és így megismerhetjük egymás hibáit, erényeit és kulturális értékeit. A kurzusnak köszönhetően az alapvetően eltérő feltételek között működő televíziók munkatársai hasonló stílusú műsorokat tudnak készíteni. Megvalósult mindaz, amiről a politika sokszor csak álmodik, a gyakorlatban és a valóságban is. Egy régió, amely három vagy négy országot, egy részét legalábbis magába foglalja, egy televíziós programon keresztül együtt tud gondolkozni, és együtt tud dolgozni is.